Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma 2023. július 12-e szerda van. Ebben a videóban megnézzük az oltásaimat, hogy milyenek az állapotai. Elsőként van ez a Jupiter Rea, amit átoltottam, egy nem tudom milyen fajtával, meg ezt sem tudom pontosan, hogy milyen fajta, de az a lényeg, hogy Gerő Árpinak a videójából jött a ihlet, ugyanis ezt olyan hát június elején oltottam, és csak nem akar megindulni még 3 hét után sem. És akkor június végén láttam a Gerő Árpinak videóját, majd azt lerakom a linkjét a leírásba. Hogyha azt szeretnénk, hogy jól meginduljon egy oltás, akkor lehetőleg ne legyen fölötte semmi, meg alatta se. Tehát ezeket amik most is jönnek kifele, egy kis picike hajtások, ezeket mind le kell szedni róla. Ezeket a rügyek itt megindulnak. Múlt héten oltogattam. És akkor lásd csodát! Ami eddig aludt, az megindult, bár ez most nem, nekem nem tetszik túlságosan, ez le fog száradni. Másik oldalon ez viszont, hát ez egy életképesebbnek néz ki. Meg is le kell szedni, tehát itt meg kell hagyni egy-két levelet, mert ezek, amik öregednek, lehet, hogy nem tudják benevelni ezt a zöld részét. Gerő Árpi ezt mondja legalábbis, úgyhogy érdemes meghagyni, mindig fiatalabb levelek legyenek. És akkor ez a harmadik oltás, ez teljesen reménykeltő. Hát ha már csak ez az egy megfakad, már is nagyon jó. Vagy hát ez az egy megmarad, akkor már nagyon jó lesz. De hát nagyon remélem, hogy ezek is... Hát igen. No. Tehát ez itt 1-2-3 oltás eddig. Aztán ide oltottam ebbe a Néróba. Na most ezt a Nérót ugye én le kellett volna innen vágjam ezt az egészet róla, hogy hoppá. Hogy ezek a oltások, úgy de nem látok a naptól megindulhassanak. Hát ugye itt ez a rügy, ez nem is moccant még. Ez itt egy kicsikét duzzadt, ez meg még határozottabban duzzadt. Hát ezekkel nem tudom, mi lesz. Mindig itt majd szedeketni kell ezeket a zöldeket, aztán mondja felesleges. Én a fültöket azért nem fogom. Ha csak összeford és jövőre hajk, nekem az is jó lesz. Úgyhogy eddig ez a 6 oltás. Menjünk be a kertbe, akkor az a többiek. Azt mondja, hogy ebben a sorban megnézem, itt van-e valami. Igen. Ez a etalon mellé beoltottam egyet szintén. Szépen kihajt. Ezt is visszavágtam gyakorlatilag. Ezen a... itt ezt nem kellett volna meghagyni. Mindegy. De szóval innen még ezt is le kéne szedni, meg ezt is itt a végén, ezt meg hát ezt is felesleges meghagyni, mert olyan gyalázatos fűrt van rajta, hogy ez semmit nem visz, ott látszik, hogy nagyon szép, tehát ez világos zöld, tehát ez életképes, nagyon gyönyörűen hajt kifele. És akkor ez itt erre, már balra le lesz hajtva, etalom meg, hogyha hát, megéri a jövő évet, akkor meg ő lesz jobbra elhajtva. Tehát akkor itt is ugye az hozta ki azokat ezeket a kis, ez a 3 levélkét, hogy megpocultam itt eléggé rendesen. No, aztán itt ebbe a sorba itt van még egy oltás. Ez egy borszörlő. Hát tulajdonképpen ez is olyan, hogy
nem tudom, hogy ez érdemes-e meghagyni, mert nem mozdult még el az oltás, úgyhogy lehet azt fogom csinálni, hogy ezt innentől kezdve így, sőt, hát nem is innentől, hanem innentől kezdve lenyisszantom, és akkor meglátjuk, hogy az erőt oda nyomja, akkor működik-e a dolog. Na, akkor eddig ez 62-8 oltás, és abból eddig 1-2-3-4 indult meg. 50%-os arány, nem túl jó. Na, ez meg itt egy főnök úr, kijött hozzánk. Itt meg nem tudom milyen gomba, de nagyon utálatos. Miért nem csipereket erre nekem, nem igaz? Na, aztán itt vannak ezek a csomagküldő szolgálat, vagy akármi. Szóval beoltottam, hogy hát aki, de nem fog kihajtani. Hát nyilván ezek csontszárazak, ezek a kis vékony kis vesszők. Tehát most semmit nem érnek. Viszont itt van ez a másik Jupiterre, ja. Na, ezen is azt csináltam, hogy nem tudom, hogy miért hagytam meg, de ja, igen, azért, mert ezen a karon vannak az oltások, ez a másik kar meg az olyan, hogy biztonság kedvéért meghagytam. Na most itt is erről a karról leszettem szinte mindent, de még tovább fogom a szedni, mert ezre a fűtöt meghagytam, de hát még, tehát ez a kettő szem lenne normális. És akkor ezeket az oldalhajtásokat is leszedem róla. Szóval az, hogy így megpucultam. Annak köszönhetően megindult mind a kettő. Ez gyönyörű szép. Ebből van, ha minden jó megy, biztosan lesz valami. A másik viszont szerencsétlen módon leszáradt, mert alig, hanem egy mellékrügy hajtott ki lefelé, hát remélem, hogy kihajt a főrügy is, vagy még egy másik mellékrügy. Na, most az ótlá példa. Most már nem is tudom, hogy mely hány oltásnál járunk, de mivel egy-egy, az is most is 50% a arány. Na, akkor menjünk tovább. Ebben a sorban, igen. És hogy na, ezt meg már le kell kezelni, hogy maximum 2 levél maradjon itt a hónalhajtásban. Egy is elég, mert ott is jön mellette valami. Hát itt 2 rügy látszik duzzadni, hogy ennek is jót tett az, hogy leszettem minden egy ilyen kis kar volt erre elvezetve. Aztán itt nincs is több oltás. Úgyhogy eddig 50% alatt vagyunk már, de még hosszú ez a nyár. Na akkor ebben a sorban, ja, itt a neve. Nyába. Szóval nem tudom, pusztul a szőlő, most is tovább. Lesz a vídeo. Azt mondja, hogy itt ez az oltás, azt lehet mondani, hogy a fácsok mind ilyen lenne. Leszedem ezeket most már itt felesleges. Ezekből lesznek azok a levelek, amik majd ezt a vesszőt beérelik. Na most ez egy gyönyörű olyan oltás, ami, hát amit mindenki szeretne látni. Csak nem ilyenkor, hanem mondjuk egy hónappal korábban. Én nagyon szépen vissza is van hajolva, tehát látszik, hogy ez nő. Ez szintén az történt, hogy innen erről levágtam. Azt hiszem, itt rövid csapon volt. És a végén, a végálló beszélt, azt elhajtottam. Biztonság kedvéért, de szerintem felesleges, úgyhogy ezt is le fogom szedni itt. És akkor úgy fog maradni. Aztán itt van ennyi az oltás, ami viszont csak duzzad a rügye. Ezért is beállítjuk itt szépen. Hát itt is lehet azt kell csinálni, hogy mivel itt ezen az egy veszőn van fűrt, ezt a két veszőt le lehet szedni, ezt innen levágni, de
Szóval nem tudom. Igen, cica, mit van, hogy te is megszagod, akkor vaj, na, ne csináld azt. Na, hát szadduzzad, hogy valamit talán lesz belőle. Na jó, menjünk tovább. Hol van még oltás? Azt mondja, hogy még mindig most már az 50%-arány körülbelül megvan. Ebben a sorban, igen, itt is. Ugyanazt csináltam, hogy ezt ilyen borszőlőt egyik felébe oltottam. Hát ez nem is tudom, itt még rügyet sem látok, ez lehet, hogy egy vakvesző, vagy vakvesző csapocska volt. Na minden esetre meglátjuk. Érdekes. Oldoba. Ezt tavaly előtt oltottam, itt van az oltás helye. Ez úgy találtam, hogy kicsikét magasan van nekem ahhoz, hogy... Igen, ne menj neki már az oltásnak, és ne harapjál, légy szíves. Tehát ugye innen kéne elhajtani, és akkor tehát mondjuk ezt kéne elhajtani jövőre, és ez lenne a tartalék, csak egy nagyon magasan megy föl. Ezért tettem bele kettőt, és ezek itt csak duzzadnak azok a rügyek, de én nem fogom ezeket levágni, ezeket a gyönyörű terméseket hozó veszőket innen azért, hogy ez meginduljon. Ha össze tud forni, és jövőre indul meg, nekem az is jó. Aztán ebben a sorban nincs is több. Van egy olyan tőke, amilyen semmire való nem volt. Látjuk, milyen szépen ledöglöttek a levelek, úgyhogy amíg itt, ez teljesen azért, tehát kell hagyni neki itt majd. És az oltás megindult, de ez is olyan, hogy érdekes, mint a lefel akarna nőni. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Akkor úgy látszik, hogy még mindig a 50% azért az megvan. És az utolsó. Hát ez volt a kellemes meglepetés nekem. Jaj, itt azért még az maradhat. Annak az oltás. Tehát, ugye ez volt az oltás, ami elsőnek jött ki. És gyönyörűen le is száradt. És lám most meg ekkora. Tehát kijött belőle a valamelyik mellékrügy. És ez pedig később jött ki, de ez is megindult. Tehát szépen, és gyönyörű szép színe van. Tehát egészséges. Hát az a kellemetlenség, hogy nem tudom, hogy milyen oltócsapok, tehát milyen fajták. Ez majd akkor fog kiderülni, amikor terem. És akkor azt el lehet mondani, hogy hát most per pillanat, július 12-én, miután elvégeztem egy pár helyen a ritkítását az a beoltott tőkének, az 50% vagy a körülben az arány, majd ez még utána nézek, akkor a videót megszerkeztem, hogy mennyi konkrétan. Na, tehát akkor ez a videó akkor ez ennyi lett volna, mi az oltásokról csináltunk most. Akkor vissza fogunk térni, tehát mondom 2-3 hét múlva megnézzük, hogy milyen változás történt az oltások állapotában. És a következő videóban pedig összegyűjtöttem 4 olyan kifejezést, ami ilyen népies kifejezés itt a szőlővel kapcsolatban, és azokat fogjuk kitárgyalni, hogy konkrétan mit jelentenek, mert volt hozzászóló, aki kérte, konkrétan magyarra gyar. Az a videó az ő kérésére fog készülni. Addig is a viszontlátásra.